Több mint 7%-kal nőttek az élelmiszerárak Magyarországon 2020-ban az előző évhez viszonyítva. A Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint az étolaj és a cukor több mint 10%-kal, a dohányáru pedig majdnem 15%-kal drágult, de az üzemanyagért 4,5%-kal kevesebbet kellett fizetni. Az infláció összességében 3,3%-os volt, ami európai összehasonlításban kifejezetten nagynak számít. Az euróövezet egészéhez viszonyítva ez lényegesen magasabb. A régiós összehasonlítást tekintve is azt lehet mondani, hogy ha a decemberi adatokat nézzük, vagy akár az éves átlagos inflációt, akkor valamivel magasabb, mint a cseh, a lengyel vagy a román infláció. Sokan úgy érzik, hogy az árak a hivatalos adatoknál is jobban növekedtek. A piacon vásárolom a húst, ott szinte a duplájára emelkedett. Ami eddig 1200 forint volt, az most már 2000-en felül van. Mások szerint az adatok tükrözik a valóságot, csak néhány esetben volt kiugró áremelkedés. Hát egyes termékek esetében még ennél is sokkal nagyobb volt, igen. Borzasztó, ilyen 8-900 forintos alma kiló árak, ez nagyon magas. Vagy nagyon fog ízleni, vagy nagyon nem. Az infláció súlyosbítja a járvány gazdasági következményeit. Ebben a budapesti üzletben a nagykereskedelmi árak jelentős növekedése mellett a vevők hozzáállásában is változást tapasztaltak. Van valóban egy réteg, aki elveszítette a munkáját, és ők jobban, megfontoltabban vásárolnak, jobban megnézik az árakat, vagy kevesebbet vásárolnak. A tavalyi évet rekordot jelentő költségvetési hiánnyal zárta Magyarország, a GDP csökkenés mértékét pedig nagyjából 6%-ra becslik. Idén a korlátozások fokozatos elhagyása miatt várhatóan javulni fognak a mutatók, de a gazdaság beindulásával ismét 3% feletti inflációra lehet számítani.